A tűzifa kivitelét azt betiltottuk, és az erdőgazdaságokat pedig köteleztük arra, hogy készítsenek terveket a tűzifa kitermelés növelésére. Hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi Kossuth Rádiónak adott beszédében, amely az európai energiaellátási problémák lehetséges megoldásait taglalta. Nagy Dániel, a Nébik országos EUTR erdészeti főfelügyelője úgy véli, bár jelentősen csökkent a hazánkba importált tűzifa mennyisége, ez nem okozhat komolyabb kínálati problémákat. Úgy gondolom, hogy az erdőterveken alapuló fenntartható magyar erdőgazdálkodás tud annyi tűzifát termelni, ami a magyar lakosság fűtéséhez szükséges, és ezen dolgoznak az erdész kollégák az erdészeteknél, magánerdőgazdálkodóknál. Bizonyos import folyamatok azok idén átalakultak, ugye nem csak nálunk, egész Európában az energiárobbanás tapasztalható, és megnőtt a tűzifa iránti kereslet, és emelkedett jelentősen a tűzifa árszint, nem csak Németországban, hanem akár Szlovákiában és Csehországban is. Korábban Magyarországról jelentős mennyiséget exportáltunk Észak-Olaszországba, Ausztriába, Németországba, de importáltunk is tűzifát, ezek a mennyiségek nagyjából azért kiegyenlítették egymást, pont a tűzifa magasabb szállítási költsége miatt, mondjuk Nyugat-Dunántúlról ment kifelé a fa, de Kelet-Magyarországra nagyon sok ukrán és romániai tűzifa jött be, Szlovákiából is korábban importáltunk, de az áremelkedések Európa szerte ezeket a folyamatokat egy kicsit megborították, tehát Szlovákiában most már inkább kifelé vittek fát tavasszal, Ukrajnából ugye az ismert okokból jóval kevesebb fa érkezik be, illetve Romániába is az áremelkedés miatt olyan piaci viszonyok alakultak, hogy onnan is kevesebb tűzifa jön Magyarországra, tehát elsősorban a hazai termelésre támaszkodhatunk, és úgy gondolom, hogy ez megoldást is fog jelenteni a lakossági igényt. A szakember úgy látja, megváltozott az előző évi kereslet-kínálati helyzet. Jelenleg keresleti csúcs tapasztalható a piacon, amely döntően az energiaárak robbanásszerű inflációjának köszönhető. Tavaly, még tavaly előtt inkább kínálati piac volt, most teljesen keresletivé alakult a tűzifa piac. Akik eddig is fával fűtöttek, jellemzően akár két évnyi mennyiséget is megvásároltak tavasszal. Ők ezzel jól jártak, mert akkor még azért lejjebb volt a tűzifa ára, és olyanok is bejöttek tűzifa vásárlóként a piacra, akik korábban nem fával fűtöttek, de most különböző okokból úgy döntöttek, hogy vagy teljesen, vagy részben, vagy biztonsági okokból vásárolnak tűzifát, tehát jelentősen megnőtt a tűzifa iránti kereslet, és ugye a fenntartható erdőgazdálkodásnál ez nem egy azonnal módosítható dolog, ugye itt is munkaerő, kapacitásokat is át kell csoportosítani, vagy keresni kell még vállalkozókat a megnőtt kereslet miatt, és ezt ősszel tudják az erdőgazdálkodók, illetve a gazdálkodók nem erdőterületen kitermelni. Jelenleg most egy ilyen keresleti csúcs van. Stábunk több tűzifa kereskedéssel is foglalkozó tűzépet is megkeresett, de a vállalkozók azt mondták, nem kívánnak kameránk elé állni, mivel bármit mondanak a jelenlegi árakról, az akár már másnapra érvénytelenné válhat az ingadozó forint-euró árfolyam miatt. Annyit minden esetre megtudtunk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van olyan tűzép, ahol egy mázsa tűzifa 7000 forint, és olyan is, ahol két éve egy kaloda tűzifa még 48 ezer forintba került, ma 89 ezer forint. Az árusok szerint jelenleg van elegendő tűzifa, de senki sem mer jóslatokba bocsátkozni az őszi kínálattal kapcsolatban. Az már most látszódik, hogy a tűzifa ára lényegesen kevésbé drágult, mint a gáz vagy a villamos energia ára. Ennek ellenére érdemes körültekintően vásárolni, hogy senki ne váljon csalás áldozatává. A Nébik szakemberei hangsúlyozzák, minden faanyag kereskedelmi lánctevékenységgel foglalkozó vállalkozónak rendelkeznie kell egy úgynevezett EUTR azonosítóval, amelyet a Nébik honlapján lehet ellenőrizni. Ennek hiányában érdemes alaposan megfontolni a vásárlást, hiszen csak az elmúlt 4 évben mintegy 240 kamionnyi illegálisan forgalomba hozott fát kobozott el a hatóság.